napjára, de az, hogy ilyen messzi, távoli magyar vidékek is sexy Szentgyörgy, eljött hozzánk a méltán európai híres háromszékeny híres. Nekem sikerült ebben a városban ott lennem, talán többségünknek nem. Egy távoli, nagyon szép lakossága szerint háromnegyed részben magyar városon, az ottani polgármester Antal Árpád barátunk nagyon sokat foglalkozik a kultúrával és támogatja azt, színházak vannak, húzók vannak, és akár a gyönyörű háromszékegyüttes. Ezt talán a legjobban szimbolizálja a mi nemzeti összetartozásunkat, az, hogy ilyen távoli várossal ilyen közeli kapcsolatot tudunk létesíteni. És fontos Kárpáti Magyarország számára és az ottani székesség számára magyar nemzetnek a szolidaritása. Örülök annak, hogy beengedték őket a határon, úgy, mint Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Dolgokat a Szövetségnek az elnökét. Örülök annak, hogy itt vannak, és ez a gyönyörű elvárással hitet teszünk közösen nemzeti összetartozás mellett. Mi velünk szolidárisak vagyunk a húzvölgy események miatt, ők velünk szolidárisak a Kárpáti Magyarország üdvöztetésében. Fogadják szeretettel a Háromszék együttest. Jó szórakozást mindenkinek! Épp az imént ért véget a nagyon távolról érkező Sepsi Szentgyörgyi Háromszék Néptánc Együttes csodálatos kulturális élményt nyújtó, nagyon profi, nagyon magas színvonal előadása, és azon kívül, hogy egy nagyon nagyszerű kulturális élményben volt részünk, még egy másik élményben is, az együttlét, az összetartozás örömében és élményében is. Bizonyítva azt, hogy sem a határ, sem a távolság nem választhat el minket egymástól. Egy nemzetnek vagyunk a részei, és összeköt bennünket a közös nyelv, közös kultúra,
a közös hagyományok. Nagyon fontos ez a magyarságtudatunk, az identitástudat megerősítésében. Ez pedig azért fontos, mert egyre nehezebb magyarnak lenni a Kárpát-medencében és itt Ukrajnában is. És nagyon fontos a szülőföldön való megmaradás és a magyarként való megmaradás miatt is.